Jó napot kívánok, ez itt a Biblia, Politika, Misztika következő adása, és hát most kiélhetem a politológusi énemet, ugyanis egy ekte politikai témáról fogunk beszélgetni, vagyis arról, hogy igazak-e azok a hírek, amelyek szerint Ferenc pápa izolálódott, és egyre erősebb a politikai ellenzéke a Vatikánon és az egyházon belül. Természetesen itt van a stúdióban velem dr. Perint Pavirit, a teológus, szeretettel köszöntelek. De mielőtt elkezdenénk ezt a témát, az elmúlt napokban érkezett egy nagyon izgalmas hír, amit én nem katolikusként meglehetős, hát döbbenettel vegyes izgalommal fogadtam, hogy tudni illik a Vatikán kijelentette, illetve megállapította, hogy az áldozáshoz nem lehet gluténmentes ostját használni. Ez egy egészen modern probléma, ezt azért kimondhatjuk. Mit gondolsz erről, Rita? Nem katolikusként, bevallom őszintén, az volt az első gondolatom, hogy hát sikerült egy igen fontos témát itt a problémás és sok konfliktussal teli 21. században megtalálni. Tényleg olyan fontos ez az ügy, és teológusként hogy látod? Mert ugye ebből az is következik, hogy aki semmiféle gluténos ételt nem vett magának, az gyakorlatilag kiszorul az áldozásból. Hogy látod ezt? Utána kerestem a kérdésnek, hogy pontosan lássam, hogy egyébként tényleg valójában miről is van szó, és Füzes Ádám, aki az Esztergomi Főiskolának a liturgia professzora, ő nyilatkozott a Magyar Kurírnak ebben a témában, úgyhogy azért ő egy olyan ember, aki elég kompetens. Tehát a világi sajtóban tényleg így jelent meg, de aztán ő árnyalja, hogy azért ez teljesen nem igaz. Uh-huh. Olyan szempontból nem igaz, hogy 1982-ben már jött egy törvény, hogy lehet csökkentett gluténtartalmú ostját készíteni, ami azt jelentette, hogy 1 kg-ban 20 megagram glutén lehet, nyomokban, és állítólag erre már az orvostudomány azt mondja, hogy ez nem káros. Uh-huh. Ugye a dolognak a teológiája az... Most miért jött újra elő ez az ügy, hogyha ez már rendezve volt egyszer? Azért, mert a hívek elkezdték divatból használni ezt a dolgot. Tehát, hogy van erre már 1982-től egy lehetőség, hogy lehet választani gluténmentes ostját, de csak egészségügyi okokra hivatkozva. Aha. Tehát nem a divathobotra hivatkozva, aha, de egyébként ugyanez van a borral is, hogy aki alkoholérzékeny, vagy mondjuk éppen vezet, akkor erjesztett mustot lehet helyette használni, illetve hát vehet. De ennek is ugye oka kell, hogy legyen. Tehát nem lehet a divat, és most ez bizony divat lett, ugye minden a paleo étkezés, a gluténmentes étkezés. Ez ugye nem csak egészségügyi problémás embereknél található, hanem hát sokan egyszerűen csak ezt követik, mert egészségesek szeretnének maradni egyáltalán, és hát erre nyilatkozott most. Tök ez egy üzenet a híveknek, hogy tessék komolyan venni az áldozást. Tessék komolyan venni az áldozást, így van, mert az a 20 mg az állítólagosan amúgy sem fogja őket károsítani. Meg vagyok győzve, de azért vannak itt az egyházon belül komoly 21. századi problémák is, amikre azért térjünk át. Ugye fölvezettem én itt az elmúlt percekben, hogy a pápa izolációjáról egyre többet beszélnek. Ugye mi magunk is ebben a műsorban többször hát elemeztük azokat a konzervatív bíborosi támadásokat, amelyek a pápát hát a politikája és teológiai nézete miatt támadják. Kezdjük azzal az üggyel, ami tényleg nagyon sokszor megfordult ebben a stúdióban. Tudni illik a Burke-féle támadások, levelek. Ugye a pápa továbbra sem válaszolt ezekre a kihívásokra. Most ezek a bíborosok személyes találkozót kérnek a pápától. Ugye ez az Amoris Laetitia nevű apostoli buzdítása egyik lábjegyzete miatt kitört botrány. Ugye emlékeztessük a nézőket, hogy itt az elváltak szentséghez járulása, ugye így mondják. Elvált és újraházasodott. Áldozása a kérdés, amit a pápa nyitva hagy, ezek a bíborosok pedig azt mondják, hogy ez a házasságtörésnek a legalizálása, de hát ez egy hatalmi harc is egyben. Hol tart ez az ügy? Mit tudunk erről? Lesz a személyes találkozó a pápával? Hát ugye az Amoris Laetitiával indult minden, tehát amikor megszületett a két szinódus kapcsán, illetve annak az összefoglalásaként ez a pápai tanítás, amiben egyébként figyelembe vette azt, amiben a világ
piporosai püspökei két éven keresztül, hát tulajdonképpen ugye 2014. októberében és 2015. októberében egy rendkívül és egy rendes szinódus kapcsán vitatkoztak a házasságról, a szexualitásról, és nagyon olyan, nagyon fontos kérdésekről, amikről már bizony tényleg kellett volna, mert sokan szakértők azt mondják, hogy utoljára ezek a témák 30 évvel ezelőtt voltak napirenden, amikor itt teljesen más kérdések voltak, házasság, szexualitás, akár az elváltak kérdésében. És hát ugye megszületik ez az Amoris Laetitia, akkor ez a négy kardinális Carlo Caffarra, Walter Brandmüller, Joachim Meissner, aki egyébként meghalt a héten, tehát ő tulajdonképpen most kiesett itt a keresztes lovagoknak a sorából, akik nagyon úgy érzik, hogy ez az Amoris Laetitia, ez tulajdonképpen megkérdőjelezi a katolikus hagyomány, és hogy szembe megy ezzel a tanítással. 2016. szeptemberében írták az első levelüket, úgy hívták, hogy dúbia, ami annyit jelent, hogy kételyek, tehát hogy ők kételyekbe fogalmazták meg, illetve pontokba az ő kételjeiket, hogy mi nem passzol a katolikus tanításhoz szerintük ebben az írásban. Ugye már akkor beszéltünk róla, hogy hát azért a pápának egy ilyet felróni, az meglehetősen erős, de továbbra sem álltak le, és ez a levél az április 15-én megszületett. A második levél, így van, és akkor arra pedig most még mindig nem reagált a pápa, és most kérik, hogy audienciát adjon, hogy hadd látogassa meg, hogy hát egy ilyen személyes látogatás keretében beszélhessenek erről. De hát úgy néz ki, én amennyire a sajtóból láttam, hogy erre sem fog reagálni Ferenc pápa, tehát hogy ezt is ignorálja. És egyébként az a tér, az a vitatér, ami a téma körül megnyílik, azért az nagyon érdekes. Nagyon sokan örülnek ennek a változásnak. Néztem egy... Ez egy ex-katedra tanítás, vagy ez vitatható? Ez hit és erkölcs dolgában való tanítás. De deklarálni kell, hogy ezt ő ex-katedra mondja, vagy ez... automatikusan... Ez már az, ez annak számít. Ezt nem kell külön. Tehát elvileg ezt akkor nem nagyon lehetne kritizálni? Ez a pápai tévedhetetlenségnek része? Hogy magyarul... Hát igen, kritizálni ugye azért lehet, mert a megfogalmazás kétértelmű. Tehát ugye hagy egy kiskaput, és akkor most úgy tűnik, hát ugye az a kiskapu ebbe, most akkor beszéljünk róla, mert igen, mondjuk el újra azoknak a konkrétumokat, nem mondjuk, hogy ugye van az a pár, aki elválik, és akkor újra szeretne házasodni valamelyikük, vagy esetleg mind a kettőjük, de nem járulhatnak szentségekhez, mert ez ugye akkor házasság törésnek, illetve a szentségi házasság megtörésének számítana. Viszont ez a lábjegyzet arról beszél, hogy de ez lehessen egy lelkiismereti autonóm döntés, hogy attól függjön, hogy mi volt az a szituáció, ami miatt az illetőnek el kellett válnia, hiszen van, aki azért válik el, mert elhagyják, egyáltalán nem tehet róla, és akkor az egyház miért bünteti ők ilyen kirekesztéssel. Tehát, hogy ez nem jó, meg hát ugye egyébként sem az egyház nem egy ilyen büntető szervezet, hanem hát éppen a megtörtekért van, úgyhogy éppen, hogy az elváltaknak nagy szükségük lenne az egyház támogatására, ezért ne rekesszük ki őket. Tehát ugye ez volt mögötte a pasztorális szándék, és akkor az a nagy kérdés, illetve hát az van ebben a kétértelműségben, hogy tulajdonképpen a lelki pásztor és a hívőkkel beszélgetve dönthetik majd el, hogy mi legyen az adott helyzetben. És most ebből az születik, hogy vannak bizonyos püspöki konferenciák, elsősorban a fejlettebb nyugat-európai országokban valami. Relativizmussal vádolják a pápát, és azzal, hogy ez a szabad döntésre vonatkozó elképzelés, ugye ez a föderális egyház, amiről mi is sokat beszéltünk, hogy ez tulajdonképpen magát a katolikus tanítást relativizálja. Hát ezt mondják egyesek, de akiket én akartam mondani, hogy nem ezt mondják, hanem ők azt mondják, hogy akkor ők a saját püspöki konferenciájunkon belül erről tanácskoznak, és erről részletesen aztán adnak ki egy tanítást, amit követhetnek majd a plébánosaik. Tehát mondjuk egy német országban valószínűleg, hogy ez nem lesz probléma, hogy egy elvált aztán szentségekhez járuljon. De viszont azokban az országokban... De ez mondjuk akkor föl fogja éleszteni ezt a föderáció vitát is. Így van, így van. Ami ezzel kapcsolatban mire számítasz? Hogy hova vezet ez a vita? Igen, tehát hogy ugye, hogyha ha tényleg egyes püspöki konferenciák máshogy értelmeznek dolgokat, amiket mondjuk egy piramisszerű szervezetben korábban lehetett tudni, hogy kell értelmezni, az egy nagyon komoly belső vitákhoz, klikkesedéshez, akár mondjuk a bíborosi testületben, a pápa választó testületben megjelenő ilyen mindenféle érdekcsoportokhoz vezethet, akik persze most is jelen vannak már, de ez tovább mélyítheti az egyházon belüli törésvonalakat. Biztos, hogy meg lesznek ezek a törésvonalak, ahogy meg is vannak, meg lesznek a viták is. De szerintem Ferenc pápa azt nagyon jól látja, hogy a világegyház az egy annyira hatalmas egyház a
különféle kultúrák azok aszinkronitásban élnek, tehát ezek a kultúrák nem hasonló fejlettségűek, a társadalmak, amelyekben az egyház jelen van, azok közel nem ugyanolyan szinten vannak, egy afrikai kultúra teljesen más, mint mondjuk egy németországi kultúra, más a társadalomnak a szerkezete, tehát hogy valahol az egyháznak meg kellene találnia azt a párbeszédet, amit az adott kontextus, az adott közeg kíván. És ezért ez az egyetemesség feladását jelentheti, vagy jelenti? Annak az árnyalását talán igen. Aha. Tehát ugye Ferenc pápa itt ebben a kis lábjegyzetben tulajdonképpen csinált egy tóligot, ami egyébként nagyon sokak szerint még bőven benne van a katolikus egyház eddigi hagyományába, de lehet ezt a tóligot feszegetni azoknak, akik ezzel aztán foglalkoznak, illetve az döntéshozó szerepben vannak. De hát ugye a másik oldal, akik konzervatívok, vagy ultrakonzervatívok, vagy fundamentalisták, azok ezt már túl soknak látják, és a hagyománynak a meggyalázását látják ebben. Úgyhogy ezek a viták nem fognak gyengülni, az biztos. Nem ám, és ugye most a politológus szól belőlem, hogy itt azért nem csak teológiai vitákról, hanem befolyási vitákról is szó van, politikai vitákról. Ugye egyre többet lehet arról olvasni, hogy miközben a pápát a teológiai nézetei miatt sokan liberálisnak tartják, vagy hát mindenképpen liberálisabb mondjuk, mint mondjuk II. János Pál vagy 16. Benedek volt, de hogy valójában a pápai működése és a kormányzása az nagyon is autoriter. És ugye itt különösen a Vatikánon belüli kormányzási módjáról beszélnek, hogy ott bizony ellenmondás nem tűrő módon viszi át az akaratát. Nyilván egy válságban lévő egyházat vett át a különböző pedofil botrányokkal, pénzügyi botrányokkal, tehát nyilván ez egy helyzet is volt, amikor erőskezű vezetésre volt szükség, de egyre többet panaszkodnak nyilvánosan is bíborosok, akiket mondjuk elbocsájtott, és itt például a Müller bíboros, aki ugye itt az elmúlt hetek egyik elbocsájtottja volt, ha jól tudom, a hittani kongregációba bocsájtotta őt el. És több érdekes hír is jelent meg, az egyik, amit maga Müller is cáfolt, hogy tudnélik kérdéseket tett föl neki a pápa, szám szerint 5-öt igen, nem, majd utána közölte, hogy akkor el van bocsájtva. Ez a kevésbé érdekes része. Inkább azt kérdezném meg, hogy a hírek szerint a pápának van egy új policie, egy új szabálya, mégpedig, hogy senki nem fog a Vatikánban megmelegedni és hosszan szolgálni, mindenki kitölti az 5 éves kis megbízatását, és utána más feladatot kap. Ugye ennek van politikai haszna a pápa szempontjából, hiszen így föl tudja tölteni a saját híveivel a vatikáni pozíciókat, de nyilván ezzel ellenzéket is kreál saját magának, ugye egyrészt azokat a bíborosokat, akiket elbocsát, másrészt pedig hát nyilván a konzervatívot. Egy felvetésem lenne, és kérdés is. Van, aki azt mondja, hogy hiába beszél a pápa szociális egyházról, meg a munkavállalókkal szembeni szolidaritásról, hogyha ő maga vezetőként abszolút nem így jár el a Vatikánban. Zárójel ugye a vád képmutató a pápa. Hogy látod-e a pápának a vezetési stílusát, tényleg autoritere, tényleg képmutató-e, most nyilván ördögügyvédjét is játszok, úgyhogy... Hát igen, ugye a pápától mindig azt várják, hogy ő egy ilyen spirituális vezető, de azt valahol azért szívesen elfelejtik, hogy azért ez alapvetően egy politikai hatalom is, tehát hogy ő ezt az egyházat egy politikai vezetőként is vezeti. És ilyen szempontból az, hogy kit mozdít el, kit tart meg a helyén, ez nyilván egy fontos döntés a részéről. Ugye Müllerről például azt kell tudni, Gerhard Müllerről, aki a hittani kongregációnak volt a vezetője, hogy 2007-ben már oda került, tulajdonképpen 16. Benedek alatt, 12-től lett a vezetője, tehát pontosan 5 évvel ezelőtt, és ez az 5 éves ciklus most járt le, aminek a meghosszabbítására lett volna elvileg lehetőség, ezt visszautasította. 64 év körüli, tehát elvileg még hát nem. Én elmondó dolgokat találtam, de egy ilyen wikipédiás életrajzban az látszik, hogy ebben az évben lesz 70. Hát most tölti be a 70-et, ugye 75 évesen egyébként vissza kellene vonulnia, tehát elméletileg még azt az 5 évet esetleg kitölthette volna, de ezt hangsúlyozta Ferenc pápa, hogy nem akarta, hogy a hittani kongregáció élén olyan hosszú ideig bebetonozódjon valaki, mint például a Ratzinger bíboros volt, aki ugye évtizedekig onnan meghatározta a teológiát. Ez szerintem... Álljunk meg egy pillanatra, itt hadd kérdezzek bele. A hittani kongregáció, az, hogy azt kivezeti, az egy az egyben befolyásolja, hogy merre megy intellektuálisan az egyház? Tehát mennyire fontos ez a pozíció abból a szempontból, hogy milyen az a tanítás, ami érkezik? Mindenképpen meghatározó és nagyon fontos.
És ami még nagyon fontos kellene, hogy legyen, hogy a hittani kongregációnak a vezetője és az aktuális pápa az valamilyen szinten szinkronban legyen egymással. Mm-hmm. És ugye ezért van nagyon nehéz dolga az új pápának, hogyha valakit megörököl, és hát most tulajdonképpen Müllerrel így járt, akivel egyébként már régebbről voltak konfliktusai. Ezek a konfliktusok aztán a családszínódus kapcsán kiéleződtek, hiszen amikor megtörtént ez a családszínódus, még nem írta meg egyébként az Amoris Laetitiát, tehát közel nem volt erről szó, akkor öt bíboros írt egy könyvet, ami rögtön megjelent angolul, spanyolul, portugálul, és ebben az öt bíborosban benne volt bizony Müller, akik már akkor nagyon támadták a pápát, azért a gondolkodás módja. Szerintem ez az öt év, ez még benne volt. Tehát ő most egyszerűen csak kivárta ezt az időt. Viszont ugye érdekes, hogy amikor Burke szembe kerül a Dúbia vita kapcsán, akkor pár hónap ezelőtt a Müller a Ferenc pápa mellé állt, és akkor azt mondta a Burke-nek, hogy de hát tulajdonképpen amit kérdez, azt a szinódus már megválaszolta, ne hozza fel újból ezt a témát. Most viszont ugye jön a váltás, hogy Müller tulajdonképpen ki lett rúgva a pozíciójából, és akkor azt nyilatkozza a sajtónak, hogy ő most szívesen beállna egy ilyen közvetítő pozícióba, a pápa és a bíborosok közé, amiből ugye most egy meghalt, úgyhogy a három kételyeket hordozó bíboros közé, hogy akkor ők most egymással párbeszédbe elegyengyenek, holott korábban ugye Müller azt mondta, hogy ennek a párbeszédnek nincs értelme, mert a színóduson ezt már megbeszélték. Így megváltozott a politikai pozíció. Igen, tehát ebből is láthatjuk, hogy sokan azt gondolják, hogy a Szentléleknek a munkálkodása történik csak az egyházban, amikor megválasztanak egy pápát, vagy amikor bizonyos döntés születik, hát azért nem egészen így van. Tehát itt nagyon komoly egyházpolitikai küzdelmek folynak. Beszéljünk egy pár szót arról, hogy itt az elmúlt napokban jó pár kardinális meghalt, visszavonult, vagy maga a pápa eltávolította. Ez mit jelent? Hogyan kell ezt értelmezni? Van ennek jelentősége? Hát ugye az egyik volt a Müller, akkor a másik volt ez a Meissner, aki egy kritikus, ő már nem fogja megélni ezt a pápai audienciát. Akkor ott volt a Pell, a bíboros, aki egyébként... Aki Ausztráliába tért vissza egy pedofil ügyben. Így van, egyébként ő ott a színódus alatt beállt szintén egy ellenzéki pozícióba, tehát ő ebben a kérdésben a pápának ellenlábasaként mutatkozott, de nem csak ebben a kérdésben, hanem az egyháznak az anyagi reformjait sem támogatta, tehát azt, amit pápa szeretett volna, kúrián belül anyagi természeti változtatás, amögé sem állt oda, de tővel több kritikus pont volt, és aztán ez a meglehetősen súlyos pedofil botrány, amiben belekeveredett, hát most akkor ő így félre lett állítva, azért ezek az érvek érthetők. Ez üzenet a pápától, ugye, ahogy készültem erre a beszélgetésre, olvastam olyan cikkeket, amelyek azt mondják, hogy Ferenc pápa mindennek neki ment, hogyha pénzről volt szó, pénzmosásról, ha a vatikáni bankügyeit kellett rendbe rakni, de mindenféle tyúkszemre rálépett, de érdekes módon a pedofil ügyekben elég visszafogott. Tehát ahhoz képest ugye, hogy a Benedek lemondás környékén ugye ez volt talán az egyik legnagyobb hát válsága az egyháznak. Hogy látod ezt a kérdést? Félig igaz. Uh-huh. A másik fele, ami nem annyira igaz, hogy ha jól emlékszem, 2015 vagy 2016-ban felállított egy külön vatikáni vizsgálóbizottságot, ami kifejezetten a pedofil ügyeket vizsgálja, ami eddig nem létezett, és akkor ott lehet feljelentéseket kezelni, és lehet ezzel foglalkozni, tehát hogy van egy ilyen bizottság, és azért több olyan hír van, hogy történtek elmozdítások ilyen ügyben. Nem annyira látványos, de szerintem azért vannak változások. Az, hogy ő ezt pasztorális szempontból nagyon komolyan gondolja, abban pedig biztos vagyok, mert hát ha valamit nem lehet összeegyeztetni a katolikus tanítással, akkor az nem, hogy egy papírt kövessen el a hívőkkel szemben, vagy hát a gyerekkel szemben. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen a politikai pozíciója nem Ferenc pápának, hanem az ő, hát, az ő általa képviselt teológiai irányvonalnak. Csak ilyen nagyjából számokat mondok. A jelenlegi számok szerint a kardinálisok között a Ferenc pápa által kinevezettek aránya, és a pápa választókat mondom, az 40%. 43%-ukat Benedek nevezte ki, és 15-16%-ukat II. János pár. Tehát még egyszer mondom, ezek a pápa választó bíborosok. Ami azt jelenti, hogy hát ilyen erős egyharmad arányban vannak jelen
Ferenc pápa hívei a pápa választó kollégiumban, tehát még egyszer mondom, nem az összes kardinálisról, meg püspökről beszélek. Ez egy kisebbség, ugye kétharmados többség kell egy esetleges konklávén ahhoz, hogy valaki pápa lehessen. Van-e, politológusként én azt mondanám ránézve ezekre a számokra, hogy ha ez így marad és nem változik, akkor a következő pápa valószínűleg egy konzervatívabb pápa lesz, hiszen a Benedek, II. János pápa féle kinevezettek rendelkeznek nagyobb többséggel, de meg kell győzniük Ferenc pápa hívei közül is jó párat. Hogy látod, mi lehet most az egyház jövője ebből a szempontból? Tehát, hogy ezek a folyamatos kritikák, vagy erősödő kritikák, amik érik a pápát, és ez a nyers erőpozíció, amiben most ezt a 40% ez elég lehet-e? Vagy valóban itt a berúgott ajtókból azért lesz némi visszalépés? Ugye sokszor beszéltünk a berúgott ajtókról. Igen. Sok minden függ valószínűleg attól, hogy még hány évet él tényleg Ferenc pápa. Mert akkor lehetőség van följebb tornászni ezt a... Mindenképpen. Ez ugye minden pápának célja volt, akit ez a leginkább jellemzette egyébként az II. János pál volt. Tehát ő aztán tényleg nagyon komoly kinevezési háborúkat folytatott, és sokszor egy országnak az egész arcképét megváltoztatta. Így például Ausztriában, ahol félig meddig élek, és félig meddig a kutatói munkámat végzem, ott teljesen leradírozta azt a fajta progresszív többséget, ami egyébként az osztrák egyházat jellemezte. Mikor valaki kinevez egy viszonylag fiatal kardinálist, akkor ugye hosszú évtizedekre tudja biztosítani, hogy ő jelen lesz a konklávén. Hát így van, igen, ugye 75 éves korban kell visszalépni egy püspöknek, tehát hogyha olyan 50 körül kinevezik, akár 20-25 évig is ott lehet pozícióba, és hát meghatározhatja ezt a csatározást. Hát ugye kétharmadról van szó, úgyhogy mindenképpen a másik oldalról is kellene a szavazatok. Egyezkedés? Biztos, hogy nagyon kemény klikkesedés lesz, és már gondolom a Szentlélek ezen jelöltek... dolgozik, hogy a Szentlélek az már most dolgozik valószínűleg. Meg hát nyilván az persze egy nagy erő, hogy most Ferenc pápának van egy ilyen erős és hangos ellentábora. Nem kiábrándító hívő emberként és teológusként, hogy hát itt tulajdonképpen hatalomról van szó, a pápai pozícióról van szó, és tulajdonképpen ez egy politikai játék. Ezt hogy tudod összeegyeztetni, mint hívő ember és teológus azzal, hogy ez kőkemény hatalmi játék? Maga a teológia is ilyen egyébként, amikor az ember elkezdett tanulni teológiát, akkor nekünk mondták, hogy hát ez egy megrázkódtatásként fog minket érni, mert egy csomó minden, amiről azt gondoltuk, hogy ez így van, azzal szembesülni fogunk, hogy ez nem így van. Tehát, hogy amit az ember tényleg kapott a gyerekkorban, amit hallott, és a Bibliát elolvasta, és azt hitte, hogy egyébként a Bibliát szó szerint elolvasva már megértette ezeket az igazságokat, aztán rájön hosszú évek, évtizedek tanulás alatt, hogy hát nagyon messze volt akkor még ettől, és ez sokszor egy hitbeli krízist is okoz, egyébként magának egy teológus hallgatónak, vagy később egy teológusnak is, de hát itt van az, amikor a gyermeki hitnek fel kell nőni egyfajta felnőtt hitté, és hát át kell gondolni a dolgokat, meg hát integrálni kell ezt az újfajta tapasztalatot. Az, hogy az egyház, az pedig nem csak egy karizma, ami Jézusnak a tanítását hordozza, hanem egy intézmény is, az meg egy szociológiai tény, tehát az megint egy olyan, amit csak tudomásul lehet venni. Lehet ilyen naívan gondolkodni róla, de hát nem igazán érdemes. Tehát nyilván itt van egy vezetési struktúra, ami mögött van egy egyház politika, és hát ez működik, és ez dolgozik. Dolgozik ám, bizony-bizony dolgozik. Van egy gánai bíboros, Peter Turkson, ha jól ejtem a nevét, aki egy nagyon érdekes nyilatkozatot tett, amit hát a nemzetközi sajtó is különböző formákban hozott. Most nagyon röviden összefogom, azt mondta, hogy hát a migrációnak a csapját el kell zárni. Ugye ez egy gánai bíboros szájából meglehetősen erős és nagyon karakteres megnyilatkozás. Ugye látva azt, hogy Ferenc pápa az elmúlt hetekben egy olasz napilapnak is, hát ennek majdnem a szöges ellentétét mondta, és egy nagyon nyitott migrációs politika mellett érvelt. Értelmezhetjük ezt úgy, és én politológusként nagyon közel állok hozzá, hogy így értelmezzem, úgyhogy csak földobom a kérdést, hogy Turkson, aki már az előző konklávén is potenciális pápa jelölt volt, bejelentkezett, és tulajdonképpen a Benedek és II. János pál által kinevezett, kicsit konzervatívabb bíborosi szárnynak üzenve mondta azt, amit mondott. Tehát értelmezhetjük ezt úgy, hogy bizony-bizony itt van egy pápa jelölt, aki bejelentkezett? Minden bizonnyal van több
önjelölt pápa már most. Ugye Turkszorról azért azt kell tudni, hogy ő tulajdonképpen már akkora az esélyesek és a jelöltek között volt, amikor Ferenc pápát megválasztották, tehát azért ő nem a nullára, nem a semmiről indult, tehát az ő neve az ott volt minden listán, és nagyon komoly esélyes volt. Hát én nekem nagyon szerencsés élményem van, mert én találkoztattam vele személyesen éppen a Bécsi Egyetemen, egy kerekasztal beszélgetésre érkezett, és pont mellém ült le, mint hát már akkor egyébként pápa jelölt, úgyhogy én nagyon izgultam, hogy te jó ég, majd még elmondhatom azt is, hogy a pápa ült mellette, végülis ez nem történt meg. Tehát azért annyit tudni kell azért róla... Azért majd még visszatérünk egy későbbi adásban, amikor eljön az ideje. Annyit kell tudni róla, hogy egy borzasztóan intelligens, nagyon tanult ember. Karizmatikus? Intelligens olyan szempontból, hogy például az angol kérdéseket, angolan, német kérdéseket, németül a francia kérdéseket, franciául válaszolta meg, tehát azért erre politikusok közül is kevesen képesek. Mindez mutatja, hogy Európában is tanult, Európában is doktorált, tehát ismeri az európai teológiát, és hát ismeri az európai egyházakat, az egyházi gondolkodást, és hát nem véletlenül üzed most Európának, ő onnan Afrikából. Egyébként a másik... Mert ő Rómában dolgozik, ha jól tudom. Igen, de hát úgy Afrikából, hogy ő az afrikai kontinens képviseli, és ugye ez. Egyébként hát is. Talán egyik legszimbolikusabb püspök azért. Így van. Tehát ugye, hogyha ez már régebben is volt egy mondás, hogyha az Egyesült Államoknak lehetett Obama az elnöke, akkor lehet, hogy megérett a helyzet, hogy a katolikus egyháznak is legyen majd egy afrikai pápája. Úgyhogy ilyen szempontból is van esélye. Tehát ilyen szempontból még lehet, hogy a progresszívek is támogatnák, mert nekik meg ugye ez a nyitás. Ez egy fontos kérdés. Hát izgalmas lesz, az biztos. Meg lehet, hogy megpróbál hidat építeni. Azért ezt figyeljük akkor. Igen. Meg hát igen, tehát lehet, hogy gondol ki valami olyan megoldást ebben a migrációs témában, ami közelíti a két szekértábort egymáshoz, ha ügyes. Ezt nagyon figyeljük, meg figyeljük azt is egyébként, hogy például a szexuáletikai kérdésekben ő milyen pozíciót foglal el. Mert ez egy nagyon érdekes személyiség lehet, aki ugye a konzervatívoknak és a progresszíveknek is valamiért érdekes. Úgyhogy ígérjük a nézőknek, hogy Turkson kardinális pályáját mindenképpen figyelemmel kísérjük. Viszont az a rossz hírem van, hogy ezt az izgalmas egyházpolitikai fejtegetést le kell zárnunk, mert lejárt az időnk. Köszönöm, Rita, hogy itt voltál, és megint jót beszélgethettünk önöknek. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ahogy az lenni szokott, a következő adásban találkozunk. Addig is minden jót kívánok önöknek, viszontlátásra!